Parlamenti és regionális választásokat tartanak Belarusban, az eredmény azonban nem kérdéses. Alekszandr Lukasenka és kormánypártjának hatalma szavazatokkal lassan 30 éve megingathatatlan. A választási bizottság csak az elnökkel együttműködő 4 pártot engedte elindulni a voksoláson, a rendszer bírálóit nem. Éppen ezért az ellenzék, köztük a Litvániába menekült világhírű politikus Svetlana Cihanouskaya is bojkotra szólította fel a belaruszokat. Ez az első választás a 2020-as forradalom óta.